Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség nektek. És az Atyának. Segítségünk az Úr nevében. Aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgasd meg könyörgésünket. És kiáltásunk jusson elő. Kedves testvérek, most megáldjuk ezt a szépen belül és kívül felújított templomot, kérve az Úristen segítségét, áldását. Könyörögjünk, Istenünk, a Te igéd szentel meg mindent. Áraszd ki bőséges áldásodat erre a felújított templomra. Add, hogy akik ez szent akaratod szerint most neked hálát adva használni fogják, szent neved segítségül hívására nyerjenek tőle testi-lelki erőt és üdvösséget Krisztus a mi Urunk által. Amen. Áld meg, Urunk, és szenteld meg ezt a templomot, benne minden hívő embert, és töltsd meg szívünket szent lelked örömével Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Excellenciás és főtisztelendő püspök atya, kedves atyák, Krisztusban kedves testvéreim, mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntünk templompulcsunk ünnepén. Ez egy rendkívüli nap a mi életünkben, az egyházközség életében, hiszen 180 éves templomunk, és erre az ünnepre kívülről, belülről elkészült, felújítottuk a templomunkat, és most azért gyűltünk össze, hogy hálát adjunk a jó Istennek, hogy sikerült ezt a napot elérnünk. Most megkérném a Szent Mise elején, hiába Krisztinát, hogy röviden ismertesse a templom történetét. Tisztelt egyházi és világi méltóságok, tisztelt egybegyűltek! Az előadásom elején fontos megemlíteni azt, hogy a kutatásom során több problémával is szembe kellett néznem a templom történetének a megírásánál. Elsősorban, ami nagy problémát jelentett, hogy a fennmaradt dokumentáció ez igen csekély, szétszórt és egyben hiányos, ezért a források hiánya miatt nem sikerült egy folyamatos történetet írni.
A sárosoroszi település neve elsőként 1260-ban bukkant fel a középkori oklevelekben, és ekkor már az ekri egyházmegyéhez tartozott. Az eddigi kutatásaim során a sárosoroszi római katolikus egyházközség első említéséről pontos adatot nem találtam, viszont azt lehet tudni, hogy 1870-től vezeti az anyakönyvét. Illetve 1746-ban évő származó dokumentumban szerepel elsőként sárosoroszi római katolikus egyházközség. 1595-ben aki a föld, azé a vallás elv alapján a község többsége a református hitre tért, így ahogy Aroszi Demeter akkori földbirtokos is ezt tette. Ekkor került a reformátusok tulajdonába a korábbi katolikus templom is, amely gótikus stílusban épült, pontos építési korát nem lehet tudni. 1778-ban, ekkor még Tiszaújlak leányegyházaként, a községben püspöki egyházlátogatás történt, és ekkor még nem látták reményt a parókia plébániának az újjászervezésére. Két évtized elteltével Bárdosi József munkácsi lelkész 1805-ben keltezett levelében, amelyet Fischer István püspök úrnak címzett, kijelentette, hogy a községben nagy számban lévő katolikusok számára nagyon fontos a plébánia újjászervezése. A kérés beteljesedett, és 1806-ban Sárosoroszliban plébániát hoztak létre, oroszi anyaegyházzá vált, hisz Salánk, Fekete Patak, Verbőc és Fekete és Bene fiókegyháza tartoztak hozzá. 1806-ban 185 fő volt a katolikusok létszáma. Fontos megemlíteni az 1804. évet is, hisz már ennek ez év március 23-án a hatalmas egri egyházmegyét három részre osztották, és így létrejött a Szatmári egyházmegye is, amelyhez Oroszi 1945-ig tartozott. A következő püspöki látogatásra 1832-ben került sor, amikor már Hám János püspök úr tett látogatást a községünkben. Látva az itteni romos helyzetet, szükségesnek látta egy új templom építését, és kijelentette, hogy egy sokkal tágasabb kőtemplomot fog saját költségén építetni. 1833. június 20-án le is tették a templomnak az alapkövét, amelynek felszentelése 1839. július 26-án került sor. A templom Cserneki és Tarkói Deselfi László birtokán épült meg. A felépült templomnak a homlokzatára pedig a következő felirat került: kegyes püspökünk Hám János őnagysága itt a szent épület tulajdon költségén építette, igaz jó szívéből, ugyanó 1839. Ez a felirat sajnos mára már nem látható a templomon. Az elkészült templomon a következő évszázad során több felújítást is végeztek, ezek közül ki kell emelni az 1881-ben került sor az első felújításra, ekkor egy vihar következtében a templom keresztje letört, és egyházmegyei költségen sikerült egy új keresztet állítatni. 1883-ban egy újabb felújításra került sor, ekkor a templom torony fedele került felújításra, illetve a templom belső újítására. Ugyanis meg kell említeni, hogy a boltíveknél a falak megrepedeztek, és hogy a templomot egybe tudják tartani, három vaspánttal kellett megerősíteni. Mára ezek a vaspántok már nem láthatóak, ugyanis 2018 során végzett felújítások keretében ezeket a vaspántokat már eltüntették. Ha már a templom belső terénét tartunk, felhívnám a jelenlévő figyelmét arra, hogy milyen értékes tárgyaknak vagyunk a tulajdonában. Elsősorban megemlíteném a kisoltárnál lévő Szent Család képet, amelyet Messzényi Gyula szatmári megyés püspök ajándékozott a templomnak 1897. március 1-én. Ugyanebben az évben a püspök úr ajándékozta például az oltárszekrényt, illetve a két imádkozó angyalt is. A Szent Anna oltár korábban egy nagyon rozoga asztal képezte, és a hívek adományozása jó voltából 1901-re egy kőoltárt is sikerült elkészíteni, és 1901-ben készült el ez az oltár, amit mostani alakjában láthatunk.
1901-ben még további felújítások is zajlottak a templomban, ugyanis a templom bejáratánál lévő lurdi kápolna is ebben az évben készült el. 1901-ben még három szoborra gazdagodott a templomunk, a Szent József szoborral, illetve a Szent Antal szoborral, illetve a Szent Szűznek a szobrával, amely már most nem található meg. Ezeket a felújítási munkálatok Kőszegi Mihály atya munkássága alatt történt, aki 1899 és 1902 között tevékenykedett a községünkben. Őt követte Szépi Béla atya, aki ideje szintén alatt több felújítási sor került, ilyen volt a templom külső felújítása, illetve a plébániának az átépítése. Mivel az 1920-as évektől kezdve 1944-es évekig az egyházközségről nem maradt feljegyzés, így az előadásomat a szovjet időszak történetével folytatnám. 1944 őszén, mint tudjuk jól, szovjet csapatok néhány nap alatt elfoglalták Kárpátalját, és ezzel kezdetét vette az egyházak elleni küzdelem. Az új rendszer megtorlásai jelentősen érintették községünket is, ám a totalitárius rezsim ellenére azt lehet elmondani, hogy az egyházközségben mindig megtartották a szentmiséket, illetve az ünnepeket, illetve bár minimális cselekvési szabadságot hagytak az egyházak számára, a szentmisén és a temetésen kívül semmilyen más tevékenységet nem lehetett folytatni, mégis voltak a községben olyan rendíthetetlen emberek, akik fontosnak tartották azt, hogy a gyerekek például hitoktatásban részesüljenek. Így a hitoktatás is nagy titokban zajlottak. Az egyházat életét megnehezítette az, hogy elvették tőle az egyházi tulajdonát, így Erni Ferenc atyának is 1949-ben a parókiáról el kellett költöznie. Továbbá meg kell említeni a Málenki robotot is, ugyanis 67 embert hurcoltak el összesen a községünkből, Kárpátaljáról összesen 19 papot vittek el, de orosziból nem hurcoltak meg el katolikus papot. 1811-től lehet nyomon követni, hogy kik szolgáltak az egyházközségünk meg, akinek a nevét szeretném felolvasni. Suvada Vincent, Németh Károly, Miklósi József, Szemák Pál, Gábor György, Szopkó János, Tórjai József, Vankó József, Runyai Károly, Krenkó Lipót, Kőszegi Mihály, Szépi Béla, Felhő Gyula, Varga József, Pintér József, Szepsi Márton, Erni Ferenc, Dr. Tóth József, Galambos József, Hasály Gyula, Horváth Ágoston, Lánczky István, Tóth József, Károlyi Lajos. 1990. évtől kezdve pedig az egyházközség lelkepásztorai az ferences atyák voltak, 2010-től pedig a világi misszió vette át, váltotta fel őket. Az első ferences atya Radics Dávid volt, aztán pap Tihamér, Németh Imre, Weinrók Márió, Lengyel Donát, 2010-től pedig Németh Sándor, és 2014-től Rácz István atya tölti a plébánosi tevékenységét a községünkben. Fontos említést tenni a 2001-es árvízről is, amely komoly károkat okozott a templomunkon. Voltak felvetések, hogy egy új templomot kell építeni, viszont az egyházközségnek a hívei ragaszkodtak a régi templom megmentéséhez. A felújítási munkálatok 2015-ben vették kezdetét, amikor a templomtorony került felújításra, és a templomnak a belső felújításának a folytatása pedig 2018-ban vette kezdetét. Ennek a megoldatása 2018. december 9-én kerül sor Majnek Antal megyés püspökünk által. És Szépi Béla atya szavaival szeretném előadásomat zárni, aki így fogalmazott, most már szegény templomunk messziről hangosan fogja hirdetni Isten dicsőségét. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, és mindenkinek további áldott ünneplést kívánok. Nagyon szépen köszönöm, és szeretném még köszönteni körünkbe Békésini dr. Lukács Angélát, konzult, ő a magyar külképviselet képviselőjeként. Szeretném még köszönteni külön a Református Egyház
gyülekezet lelki pásztorát és Sándor tiszteletes urat és polgármesterünket, Sáros Oroszi polgármesterét, Gyurkó Miklóst. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek. Kedves testvérek, azt hiszem mindannyiunknak nagyon szép és felemelő, szívet melengető volt ez az előadás, ez az összefoglalás, köszönjük szépen. Így valóban érzi az ember, hogy nem hiába dolgozunk ezen a templomon, nem hiába dolgozik a pap, a gyülekezet, az egyházközség életében. Semmi nem történik hiába. Mindent, minden apró jó tettet, igaz beszédet az Úristen megáld és megsokszorosít. Most ezen a hálaadó szentmisén arra gondolok, hogy milyen sokszor tapasztalja meg a világ, már Ádám Éva bűnbeesése óta, vagy Káin óta, hogy a gonosz, a bűn milyen pusztító, milyen veszélyes. Viszont mi azért jöttünk össze, hogy hálát adjunk az Úristen regeneráló, rekreáló és mindent újra elindító áldásának. Az Úr Isten mindig legyőzi a rosszat, és mindig győzedelmeskedik az Isten hívő ember és azok közössége. Mindenkiért adunk hálát ebben a szentmisében. Akár mondhatjuk azt is, hogy nem csak a 180 évért, de Isten tudja, talán azért a 900 vagy 1000 évért, amit Szent István óta itt tapasztalhattak az emberek Isten kegyelméből. Ezért, mint mindig, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. Mi mennyire hoztuk ebbe a világba a rosszat, bűneinkkel, mulasztásainkkal, hogy az Úristen ezekről megszabadítson minket, megtisztítson, és mi a saját helyünkön, itt és most az újjáépítés, ahogy itt mondják a remont, szolgálói lehessünk. Gyónom a mindenható Isten, és nektek testvéreim, hogy sokszor és szabad végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én végtem, én végtem, én igen nem végtem. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
atyáink Istene, Te Szent Joakimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék megtestesült fiad édesanyja. Kettejük imájára add, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sírák fiának könyvéből. Hadd dicsérjük a híres férfiakat, a mi hőseinket, nemzedékeik sorában. Ezek a jámbor férfiak azok, akiknek jó tetteit nem felejtik el. Javaik gyermekeiknél fennmaradnak, szent örökségük unokáiknál sem vész el, mert ivadékaik és kedvükért még fiaiknak fiai is az isteni szövetség részesei maradnak. Nemzetségük örökre megmarad, és dicsőségük nem merül feledésbe. Testüket békében eltemették, de nevük él nemzedékről nemzedékre. Bölcsességükről beszélnek a népek, és dicséretüket hirdeti a gyülekezet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen a hála. Az Úr Istennek adja, Atyának Dávidnak trónját. Az Úr Istennek adja, Atyának Dávidnak trónját. Az Úr esküdte Dávidnak, igaz esküdés nem vonja vissza. Testi utódodat ültetem a te trónodra. Az Úr Istennek adja, Atyának Dávidnak trónját. Az Úr kiválasztotta Siont magának, ezt kívánta a lakóhelyül. Nyugalmam helye ez lesz örökre, itt fogok lakni, ez a kívánságom. Az Úr Istennek adja, Atyának Dávidnak trónját. Ott Dávid hatalmát megnövelem, fényességet hintek fölkentemre. Ellenséget szégyennel borítom, az ő fején azonban korona ragyog. Az Úr Istennek adja, Atyának Dávidnak trónját. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogyha némelyek közülük nem hisznek is az Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, amikor látják tiszteletet érdemlő, tiszta életüket. Ékességüket ne külsőségekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, aranyékszereket aggatnak magukra, vagy drága ruhákat viselnek. Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szerítségében és zavartalan nyugalmában. Hajdan így ékesítették magukat a szentasszonyok is. Reméltek az Istenben, és engedelmeskedtek a férjüknek. Így engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak, akit urának nevezett. Az ő lányai vagytok, ha jót tesztek, és semmiféle fenyegetéstől nem riadtok vissza. Hasonlóképpen ti, férjek, megértően éljetek együtt az asszonyokkal, mint a gyengébb nemmel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint a kegyelmi életben örökös társatoknak, hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya. Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, a testvériség szeretői, irgalmasok, szerények, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, mert arra kaptatok meghívást,
hogy az áldás legyen az örökségtek. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: boldog a ti szemetek, mert lát, és a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta is igaz kívánta látni, amit ti láttok, és nem láthatta. Kívánta hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Ezek az evangélium igéi. Áldunk éget, Krisztus! Főtisztendő püspök atya, kedves paptestvérek, kedves ünneplő testvérek, az a megtiszteltetésért püspök atya részéről, hogy ezen a szép ünnepen, ezen a jubileumi ünnepen én mondhatom a beszédet. Kedves testvéreim, amikor ünnepre jövünk össze, akkor talán érdemes egy kicsit azon elgondolkodni, hogy elsősorban mit jelent ünnepelni. Ha a világ szempontjából nézzük az ünnepet, akkor azt tapasztaljuk, hogy egy nagy étkezés, egy hatalmas nagy buli, aztán tulajdonképpen vége is az ünneplésnek. De hogyha vallástörténetileg nézzük, akkor az ünnep az egyfajta vallástörténeti fogalom, és az első helyen van az Istennek szentelt nyugalom, az Istennek szentelt áldozat, aztán majd jöhet a fehér asztal, amikor lehet étkezni, lehet egyéb módon ünnepelni,
lehet új kapcsolatokat építeni, és a régi kapcsolatokat feleleveníteni, megerősíteni. Amikor pedig templomszentelés évfordulóján, illetve a titulusnak, a védőszentnek, a Szent Annának az ünnepén jövünk össze, akkor tulajdonképpen az elsőt, legfontosabbat teljesítjük is, hiszen az Istennek szentelt nyugalom és az Istennek szentelt áldozatban veszünk most részt. Van egy kedves filmem, kedvenc filmem, jó 30 éves ez a film. Ima az a cím ennek a filmnek, hogy Ima egy terroristáért, vagy a könyvnek a címe Ima egy haldoklóért. És ebben a filmben a következő van, egy papnak a küzdelme a megtérő terroristával. És aztán, ahogyan halad a film, illetve a könyvnek a története előre, akkor az történik, hogy már mindenki üldözi a terroristát, meg a papot is fenyegetik, és a terrorista bemegy a templomba, amely alá van aknázva, és amikor fölrobban a templom sajnálatos módon, vagy fölrobbantják, akkor a romok közé bemegy a pap, és megkeresi a bennlévő terroristát, elmondja neki a feloldozásnak a szavait, és valami megdöbbentő csoda történik. Egy megtérésnek lehetünk a tanúi, de hát amerikai film, és megvan a maga külső jelenete is. Az emberek éppen ott mulatoznak a templom körül, szórakoznak, élik a maguk életét, egy pillanatra a robbanás idején oda tekintenek, aztán az élet zajlik, folytatódik tovább. Azért jutott eszembe ez a film jelenet, mert amikor itt jöttem, akkor majdnem ugyanezt látjuk. Kint zajlik az élet, az árusok zsivajognak, aki elment itt, vagy elmegy itt a templom előtt, az inkább egy-egy pillanatra az árusok zsivajára figyel, pedig itt bent sokkal fontosabb történik a csoda. Az a csoda, hogy részt vehetünk az Istennek szentelt nyugalomban, az Istennek szentelt áldozatban. Persze majd utána, ha vége lesz és kimegyünk, akkor persze részt lehet venni természetesen a zsivajban is, részt lehet venni az ünneplésnek az egyéb fajtájában is. És a mai napon, amint hallottuk a bevezető előadásban, hogy egy napra esik a templom felszentelésének az évfordulója, és egy napra esik a templom titulusának is, védőszentjének is, egyházközségünk védőszentjének is, Szent Annának az ünnepe, és tekintsünk egy pillanatra Szent Annára, és elválaszthatatlan segítő és házas társára, a hagyomány szerint Szent Joakimra. Két dolgot szerették kiemelni az ő életükből, hiszen hagyományok, legendák, történetek keringenek róluk, és ez a két dolog az egyik Szent Joakimhoz, a másik pedig Szent Annához kapcsolódik. A legenda szerint Szent Joakim, boldogságos Szűz Máriának az édesapja, igaz ember volt. Ennyit jegyez föl róla a legendárium, és az igaz ember a szentírási vagy az ószövetségi terminológia, ha lehet így fogalmazni, szakszótár szerint, idézőjelbe véve ezt a szakszótárat vagy szaknyelvet, azt jelenti, hogy Isten félő és ember szerető és szolgáló ember. Szent Joakimról, ha csak ennyit tudunk, vagy ennyit érdemes megjegyezni, már akkor nagyon sokat léptünk előre. A másik, hogy Szent Annáról pedig azt jegyzi fel a középkori hagyománytól kezdve, hogy Szent Anna a bölcs asszony. Nem csupán az okos asszony, aki meg tudja szervezni a családi életet, nem csupán okos asszony abból a szempontból, hogy jól főz, hogy rendben tartja a környezetét, hogy jól kezeli
az anyagi és egyéb dolgokat a ház körül, vagy a háztartás körül, hanem Anna, a legendárium, a középkori hagyomány szerint az a bölcs asszony, aki támogatja gyermekét. Nem beleszólva az életébe, nem irányítva, nem utasítgatva, hanem a háttérből támogatja az ő gyermekét, a boldogságos Szűz Máriát, és az ő unokáját, ami Urunkat, Jézus Krisztust. És ez a támogatás abból áll, hogy ebben a helyzetben Mária is, a boldogságos Szűz Mária is, az ő lánya és az ő unokája, ami Urunk Jézus Krisztus, ki tudnak bontakozni, ha lehet így fogalmazni, és a saját útjukat tudják járni. Kedves testvéreim, Szent Anna és Szent Joakim a nagyszülőknek is a védőszentje. És hogyha az idősödő emberek, akik nagyszülők és nagyszülői hivatásra készülnek, ezt a két dolgot megjegyzik, hogy Szent Joakim, a férfiak, Szent Joakim igaz ember volt, istenfélő, becsületes ember, megadta azt Istennek, ami az Istené, az imádságos tartást, az imádságos, becsületes életet, és megadta az embereknek az emberek szeretetét és szolgálatát. És az asszonyok megjegyzik, a nagyszülők és a nagyszülőségre készülők, hogy Szent Anna a bölcs asszony, aki imádságos, csendes támogatásával óvja, védi családját úgy, hogy ki tudjanak bontakozni a családtagok. Nem beleszólva, nem utasítva, nem ellentmondást, nem tűrő hangon, hanem egyszerűen, csendesen, imádkozva, hálát adva. És a kettőt, amikor így tekintünk Szent Annára és Szent Joakimra, a nagyszülők példaképére és nagyszülők védőszentjeire, ha így lehet fogalmazni, van még egy gyönyörű mondat. Mégpedig a szentmise könyörgése az mindig megadja az ünnepnek az alaphangulatát. Az alaphangulatában ebben a gyönyörű szép napon az van benne, hogy kettejük imádságára ad Istenünk, hogy elnyerhessük egyénileg is és közösségileg is az üdvösséget, az örök életet. És ahogyan Szent Joakim a férfiak, nagypapáknak a védőszentje, az igaz ember, ahogyan Szent Anna a bölcs asszony a nagymamáknak a védőszentje, figyelem, kettejük közös imádságára ad. Férfiaknak nagyon sokszor fel van adva a lecke, hogy tudnak-e nem csak egyénileg, hanem együtt is imádkozni családtagjaikkal. Családlátogatásaim során, akár itt is Kárpátalján, amíg itt tartózkodtam, de akár jelenleg Budapesten is, hogyha elmegyek egy-egy családhoz, szívet melengető látvány az, amikor együtt van délután vagy este a család, vagy amikor éppen megyek, leülünk akár egy étkezéshez, és az édesapa vezeti, mint a családnak a papja, ő vezeti az imádságot. Egy picit az egy dolog, hogy ott van a pap, de a családban mindig az édesapa a családnak a papja. És ez mindig csodálattal tölt el a fiataloknál is és idősebbeknél is ez a jelenet, hogy az édesapa nem adja ki a kezéből az imádságnak, a családi imádságnak az irányítását. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, ilyenkor mindig nagyon-nagyon megdísérem azt a családot, és főként az édesapát is, hogy nem érdekli idézőjelbe azt, hogy ott van a pap, mert tudja, hogy ő a családnak a feje. Közösen imádkozni. Nem olyan nagyon régen egyik munkatársunk megkeresett egy többgyermekes anyuka, és elmondta, hogy a legkisebb gyereke nem olyan nagyon rég volt első áldozó, és aztán, ahogy kell, a nagyobbak járnak ugye rendszeresen templomba, a kicsi is bepályázott a nagyobbakkal, és rendszeresen járnak meg együtt is a család.
és azt mondja, hogy egyszer egyik nagyobb gyerek azt mondja, hogy elmegyek hamarabb a templomba, mert megyek gyónni. És erre a legkisebb is, aki pár hónapja volt első áldozó, rögtön ő is azt mondta, hogy anyuci, gyorsan öltöztessé föl, mert én is megyek a nagyobb tesóval gyónni. És persze ezt a nagy testvér nagyon nehezen viselte, hogy kézen fogva végig kell menni ugye az utcán a kis testvérével, és panaszt is tett a nagy testvér, hogy mit képzel az én kis testvérem, hogy majd én kézen fogva vezetem, meg húzgálom az utcán hamarabb. És azt mondtam neki, hogy nagyon jót tett, a lehető legjobbat tette, példát adott, mert mondta otthon a családban, hogy igen, én megyek gyónni, hamarabb megyek egy pár perccel, azért, hogy időben el tudjam végezni a szentgyónásomat is, és mondtam, hogy nem csak a szava az, hogy ó, megyek, hanem maga a tette is azt mutatják, hogy igen, példát adok a kisebb testvérem vagy kisebb testvéreim számára. De aztán folytatódik a történet, mert az anyuka a következőt mondta, hogy a kisfiú hazament, és elmondta, hogy milyen volt a gyónása, azt az anyuka nem említette, azt valószínűleg, hogy nem, hogy milyen bűnöket gyónt meg a gyerek, de nem is ez a lényeg, hanem azt mondta a gyermek az anyukának, hogy hú anyu, én azt mondtam a gyóntató papbácsinak, hogy nem imádkozunk eleget együtt a család. Aztán az anyuka ezt nekem így elmondta, és én tudom, hogy azért elég sokat imádkoznak. Az édesanya a gyermekéért is egyenként is, az édesapa is, együtt is, de a gyerek valahogy azt érzékelte az egészből, hogy minthogyha nem imádkozunk eleget. És az anyuka, aki mondom egy munkatársunk, azt a következtetést vonta le saját maga számára, meg a férjével együtt is, hogy na, többet kell imádkoznunk. És valahol, amikor így Szent Annára, meg Szent Joakimra így tekintünk, és az ő közbenjárásukat kérjük, és a könyörgésben ez hangzik el újra és újra aláhúzom, hogy kettejük közös imádságára ad. Zárójelben mondom a következőt, hogy minden szentek ünnepén, amikor minden szentekkor imádkozunk, akkor a könyörgésben az hangzik el, hogy minden szentek sokszoros közbenjárására ad meg nekünk Istenünk az üdvösséget, és oda gondolhatjuk, hogy hány és hány kedves szentünk van, akik egyenként is közben járnak érettünk, és ez a sokszoros közbenjárás milyen nagy dolog az embernek az életében. Zárója bezárva, mert hogy itt is ez van, hogy egyénileg is imádkozunk, de mikor ketten, hárman vagy egy család együtt tud imádkozni, akkor annak mekkora ereje van, kedves testvéreim, és milyen fontos is az az életünkben. Amikor pedig ünneplünk, akkor talán érdemes megint egy picit visszatérni az ünnepnek a jelentőségére az életünkben. A világ, ahogy mondtam, ugye nagy, hatalmas, nagy délrel, durral, nagy zsivallyal ünnepel, aztán a fehér asztalnál kezdi, és az asztal alatt végzi általában, de a mi életünkben az, hogy itt vagyunk, a legszentebb dolog fog történni. Az, amiről Szent Ferenc atyánk az intelmeiben ír, hogy Jézus Krisztus annyira alázatos volt, hogy nem csak Betlehemben született meg karácsonykor, hanem a pap kezei között minden szentmisében leszáll az oltárra a kenyér és a bor színében, amit látunk, hiszen a kenyeret és a bor színét látjuk, az ő testével és vérével táplál bennünket. És az ünnepnek ez a szíve, lelke, hogy azért jöttünk ide, hogy hálát adjunk. Hálát adjunk, ahogyan a püspök atya is mondta, nem csak azért, hogy 180 évvel ezelőtt fölszentelték ezt a templomot, hanem az őseinkért, az őseinknek a hitéért, azokért a hőslelkű nagyszülőkért, szülőkért, hitoktatókért, hősi lelkipásztorokért, akik sokszor életüket kockáztatva tanítottak bennünket. Emlékszem, Vali nénire, ha jól emlékszem, ugye, amikor jártam hozzá,
akkor egy szent életű idősasszonyt ismertem meg benne, ebben a faluban, aki nemzedékeket tanított. És amikor elérkezett az utolsó pillanatok az életében, akkor ott lehettem, amikor ugye meghalt nagy szerdán vagy nagy csütörtökön, itt az oroszok emlékeznek rá, azt tudom, hogy nagy pénteken volt a temetése. Az egy csodálatos, ha visszaemlékszünk rá, akkor egy csodálatos, ha lehet ezt mondani, egy csodálatos diadalmenet volt. Azt lehetne mondani, egy életnek a beteljesedése. Itt nagy pénteken délután, ha emlékszünk rá, akkor megállt az élet. Mindenki eljött, és mindenki tiszteletét tette ennek az idős szent asszonynak a koporsójánál, és elkísértük az ő utolsó útjára. Mindig kellenek ilyen szent asszonyok az életünkben, szent nagymamák, nagyapák, szent szülők, akik az élet útjára tanítanak bennünket, akik nem csak hogy imádkozni tanítanak bennünket, hanem együtt imádkoznak velünk. Kedves testvéreim, amikor Szent Annának újra és Szent Joakimnak újra és újra minden évben ilyenkor búcsúkor felajánljuk magunkat, és az ő közbenjárásukat és oltalmazó áldásukat kérjük az életünk során, az életünkre, egyéni, családi és közösségi életünkre is egyaránt, akkor újra és újra ezt a két mondatot jegyezzük meg. Joakim igaz férfiú volt, Isten félő férfiú, aki az istenes élet mellett az embereknek is megadta a tisztességet, Anna pedig a bölcsasszony mintaképe, aki támogatja, segíti imádságával, háttérből gyermekének és unokájának az életét. Kérjük mennyei atyánknak a kegyelmét az életünkben, hogy legalább töredékeiben próbáljunk így e két nagy szentnek a nyomába lépni, és kérjük mennyei atyánknak az életünkbe a kegyelmét, hogy férfiak igaz férfiak lehessenek, az asszonyok pedig nem csak okos és szépek, hanem bölcsek is lehessenek Isten és az emberek színe előtt. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földben, mindenláthatóan és láthatatlanul teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Istennek szülött fiában, aki az Atyától született, az idők kezdete előtt, Isten az Istentől, világosságban világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől, született Boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezve, imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, hogy a szülői szeretet és gondoskodás
mindig elevenen éljen keresztény családjaink körében. Add meg egyházadnak, hogy a Szentlélek segítségével mindig megalkuvás nélkül hirdesse a házasságról és a családi életről szóló keresztény tanítást. Segítsd a világ népeit, hogy nagy lelkűen gondoskodjanak a születendő új nemzedékek testi-lelki jólétéről. Önts áldozatkész szeretetet a szülők szívébe, hogy gyermekeiket Isten áldásának tekintsék, és gondosan neveljék őket. Add meg, hogy a családok alkalmas otthonhoz, a családfenntartó pedig elegendő keresethez és szabadidőhöz jussanak gyermekeik nevelésére. Ajándékozza nagyszülőknek jó egészséget, hogy örömüket leljék unokáik növekedésében, és szívesen működjenek közre keresztény nevelésükben. Jutalmazd meg a szülők és a nagyszülők gondoskodását, örök boldogsággal, a gyerekek engedelmességét pedig hosszú élettel. Imádkozzunk az egészség kegyelmét kérve, a Dobos, Szigeti, Mizun, Zsukova, Falvai, Varga, Lencsúr, Galajda, Pintje, Varga, Poliscsuk, Bák, Matvienko, Lőrinc, Bogdán, Bilincsuk, Sándor, Buda, Klusán, Horváth és Farkas családok egészségét, valamint a Kozma, Cvik, Jónás, Fodor, Levcsenko, Fila, Svarc, István és családja egészségét, Szidor és Bátori családok, Bárni, Koszták és Misi és családja egészségéért kérünk. Adj, Uram, örök nyugodalmat, és fogad be választottaid közé elhunyt József és Lajos testvéreinket. Imádkozzunk egyház községünk, valamint községünk minden lakójáért, hogy a Jóisten bőséges áldása legyen rajtuk. Gondviselő Istenünk, Te minden igaz élet forrása, minden emberi fáradozás értelme és végső célja vagy. A boldogságos Szűz Mária szüleinek közbenjárására adja gyermekeknek példás életű édesapákat, édesanyákat, a szülőknek pedig hálás gyermekeket, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Thank you.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, fogadd el hódoló adományainkat, és add meg, hogy részünk legyen abban az áldásban, amelyet Ábrahámnak és ivadékának ígértél. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a veletek. Emeljük föl szívünket, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által, az Anya Szent Egyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg, s így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, s hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságod mindenkor kérve. Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, és újjongva zengünk. Méltán dicsői téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek
és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálát ígérjük, Urunk, és hitben hagyjuk föl támadásra, a hitben meggyőzsz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Annával, Szent Joakimmal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenteddel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Antal püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedből költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is, örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő bennem, a két mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökön örökké. Isten szeretete árad ki szívünkbe a Szent Lélek által, ezért imádkozunk gyermeki bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban,
hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert mi az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a Köszöntsétek egymást a béke jelében. Legyen békesség köztünk mindenkor. Elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, szeretném hirdetni a szent áldozással kapcsolatban, hogy itt az oltár előtt a püspök atya és János atya fognak áldoztatni, és hátul is lesz áldoztatás. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, aki azt akartad, hogy egyszülött fiad embertől szülessék, és így titokzatos módon újjászülessék az ember belőled, kérünk, hogy amint most a gyermekek kenyerével tápláltál minket, szentelj meg jóságosan az Isten gyermekség lelkével, Krisztus a mi Urunk által. Amen. A Szent Mise végén szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját. Elsősorban hálatelt szívvel állok itt. Hálával tartozunk a jó Istennek ezért a mai napért, amit megéltünk. Hála a püspök atyának, aki eljött, időt szánt, hogy itt legyen ebbe az ünneplésben, és köszönjük azt, hogy a püspök úr is közben járt, hogy ez a templom ilyen csodálatossá váljon. Ugyanakkor nagyon nagy köszönet, hála illeti a magyar kormányt, és amikor erre az ünnepségre készültem, akkor és a meghívókat elkezdtem megszerkeszteni, akkor az jutott eszembe, hogy nekem meg kellene hívni Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktor, és küldtem is neki egy meghívót, hála Istennek el is jutott hozzá, és ő most nem lehet itt velünk, ezért elnézését kérte, de külön egy levelet fogalmazott meg, ami számunkra, amit szeretném, hogyha most Békéséni Lukács Angéla konzulasszony felolvasna. Excellenciás Majnek Antal püspök úr, főtisztelendő Rácz István plébános úr, kedves ünneplő gyülekezet! Ahogy a szél kihívásaira a fa a gyökerével válaszol, úgy a mindennapi küzdelmek közt élő közösségek számára is az jelenti a megtartó erőt, ha nyelvükbe és ősi hagyományaikba kapaszkodva folytatják az elődeik által megkezdett munkát. Feleségemmel együtt örömmel olvastuk a nekünk címzett meghívón, hogy a régi keresztény szokásoknak megfelelően önök búcsúval ünneplik templomuk névadójának napját. Megerősítve ezzel nem csak a gyülekezetük, de egész településük összetartozását. Köszönjük, hogy felújított plébánia templomukat miséről misére magyar nyelvű énekkel és imádsággal töltik meg, és hogy olyan embereket nevelnek, akik Budapesten, akár a Nemzeti Színház társulatának tagjaként is büszkén képviselik Sáros Oroszi öntudatos közösségét. Sajnos a Szent Anna napi búcsún és a templom felújításáért tartott ünnepi szentmisén csak lélekben lehetünk jelen. Engedjék meg, hogy feleségem és magam nevében ezúton kívánjak önöknek felemelő ünneplést, a hétköznapokhoz pedig további sok erőt és kitartást. Budapest, 2019. június 3. Tisztelettel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Köszönöm szépen. Örömmel állok itt azért is, mert ez az ünnep összekovácsolja az egész falut. A múlt héten külön kértem, hogy lehetőségem legyen, hogy a református gyülekezet híveit is meghívjam erre az ünnepre. Lelki pásztorukkal együtt Orbán Sándorral, és nagy öröm, hogy itt tud lenni ebbe az ünneplésbe, ez a szentmisén, hiszen
Ez a templom nem csak a katolikus egyházé, hanem az egész falué, mindannyiunk örömére, a Jóisten dicsőségére, és mindannyiunk örömére szépült meg. És szeretném megköszönni falunk polgármesterének is, Gyurkó Miklósnak is, aki mindig mellettünk állt és támogatott, bármikor baráti bizalommal fordul kérése, bármivel fordulhatok hozzá, szeretném neki megköszönni, és további életére, családjára a Jóisten áldását kérni. Szeretném mindenkinek megköszönni, név szerint nem tudok mindenkit felsorolni, de az elmúlt fél évben, évben nagyon sokan dolgoztak ezen a templomon. Szeretném megköszönni a házi asszonyoknak, hogy készítettek agapét, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk az ünnepi szentmise után. A ferences atyáknak, akik elődeim voltak, szeretném szintén megköszönni, hogy itt vannak velem, fontos, hogy akik itt szolgáltak, ők is együtt ünnepelhessenek. Mindenkinek szeretném megköszönni a munkáját, az imáját, és mindenkire kérjük a Jóisten áldását. Ez a szép befejezéshez valóban az Úristen áldására, mindenható Isten áldására van szükségünk. Nemrég egy hittanórán beszélgettünk arról, hogy ki mit gondol arról, hogy mindenható. És bizony sok válasz olyan volt, hogy hát félelmetes, akár büntető, pedig a mindenhatósága éppen az ő szeretetében van. Éppen ott a kereszten mutatja az ő legnagyobb erejét, győzelmét, az ő mindenható szeretete éppen a kereszten győzött le minden rosszat, egészen az árvízig is, amely ugye milyen rossz, fájdalmas napokat, heteket adott itt sok embernek, és mégis, most már inkább a hálával gondolunk azokra a napokra, amikor megtapasztalhattuk nagyon sok ember jóságát, különösen Magyarország felől. Ezért is megható volt ez a válaszlevél, engem már az is meghatott, hogy az István atyának volt ilyen bátorsága meghívni a miniszterelnök urat, és lám válaszolt is feleségével együtt. Kedves testvérek, föl lett már sorolva, hogy ki mindenkinek köszönhetünk, adhatunk hálát. Ha ebben a háladásban maradunk, akkor biztos, hogy együtt maradunk, és örömben, boldogságban, békében. Ehhez nagyon kérjük az Úristen áldását. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. A mi Istenünk, a menny és föld ura, aki a templom felszentelésének és búcsújának ünnepén egybegyűjtött benneteket, árassza reátok bőséges áldását a mennyből. Amen. Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei egyszülött fiában forjanak egyé. Amen. Engedje, hogy megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Istent, és örökségül elnyerjétek az összes szentekkel együtt a mennyei boldogságot. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.